tiszteletadásra gyűltek össze katonák, civilek, hozzátartozók. A Reptár udvarán avatták újra a Hári László emlékművét. A Magyar Királyi Honvéd Légierő első parancsnoka 1890-ben Győr mellett született. Harcolt az első világháborúban, a Tanácsköztársaság ideje alatt, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar pilóta képzés megszervezésében. A második világháború után a Honvédelmi Minisztérium dicsérettel igazolta a haza érdekében végzett szolgálatait. 1949. júliusában a katonapolitikai osztály nyomozói mégis letartóztatták, és bírói ítélet nélkül a kistarcsai internáló táborba zárták. Ott is halt meg 1953. február 13-án. A kommunista diktatúra tette őt rabbá, és hagyta meghalni. Nem kötelességnek, sokkal inkább tiszteletnek nevezem azt a folyamatot, amelynek eredményeként születésnapjához közel, egyben a légierő napja előestéjén, itt és most hős katonák neve újjászülethet. Talán szokatlan, hogy szellemét és alakját mától a legnagyobb magyar repülőgyűjteményben nem szobor vagy művészi kompozíció őrzi. A leszármazottak akaratának megfelelően azt az emlékművet avatták újjá, amely az egykori tököli légibázison állt 1990. augusztus 11-től az alakulat felszámolásáig a repülőtéren. Az önálló magyar légierő első parancsnokának emléke előtt Gripen vadászgépek, valamint helikopterek is tisztelegtek.